Novák Dániel vagyok, 25 éves, jelenleg e-sporttal foglalkozom, mellette tanulok még, most végzek majd márciusban. Egyik általános iskolabeli osztálytársamnak volt számítógépe még akkoriban csak, és neki volt meg a FIFA, ez a FIFA 2000 volt. Ő hívott át, hogy játszunk vele, és egyből elragadott az egész. Egy-két évre rá én is kaptam egy számítógépet, és azóta is játszom. De mivel a FIFA a kedvenc, azért gondolom kötődsz a futballhoz is. Hogyan pontosan? 7 éves korom óta fociztam, most hagytam abba 3 éve. Azóta játékvezetéssel foglalkoztam, ezt a nyáron hagytam abban. Mi volt az a pont egyébként, amikor rájöttél, hogy ez már nem is egy hobbi, hanem hogy ezt egy sokkal komolyabb szinten is lehet űzni? Ez már középiskolában volt, egy ottani ismerősem javasolta, hogy induljak el versenyeken, mert egymás ellen jól ment. Elmentem versenyekre, jól sikerült, volt, hogy megnyertem, top 3, és ezután úgy döntöttem, hogy ezzel érdemes komolyan foglalkozni. Figyelni kell az idő szavára, azért azt látjuk, hogy az e-sport milyen ütemben fejlődik nemzetközi szinten. A European Club Associationben is azt láttam itt az elmúlt időszakban, hogy egyre több olyan klub van, aki e-sporttal elkezd foglalkozni. Mi azok közé a klubok közé tartozunk, akik kifejezetten a labdarúgáshoz kötődően kezdünk el foglalkozni az e-sporttal, és hát úgy gondoljuk, hogy ezzel is közelebb tudjuk hozni a srácokat a valódi labdarúgáshoz. A kettőt mindenféleképpen szeretnénk közelíteni és összekapcsolni. Egy nap mondjuk hány órát játszol? Változó, attól függ. Hétvégén ugye vannak a Food Champions meccsek, akkor naponta sokat, akár 9-10 órát is, mert 80 meccset kell lejátszanom két konzolon. Hétközben körülbelül 2-3 órát gyakorlok naponta. Amikor rájöttünk, hogy ő ezt tényleg komolyan veszi, akkor buzdítottuk és szurkoltunk neki, hogy sikerüljön. Amikor megtudtuk, hogy erre van lehetőség és hogy megkeresték, akkor nagyon büszkék voltunk rá, és támogattuk ebben és örültünk neki. Eddig sem láttuk őt túl sokat, ezután valószínűleg még kevesebbet fogjuk, mert az ideje nagy részét ezt teszi ki. Reméljük, hogy a Ferencváros segítségével minél jobb és sikeresebb eredményeket fog elérni. Mostantól a Ferencváros színeiben versenyzem, szurkoljatok nekem! Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.